Itt éppen talajmintavizsgálatról tudhatnak meg többet a vendégpedagógusok a Nagykállói Általános Iskolában. A rendhagyó bemutató órán az erdei iskolában végzett elméleti és gyakorlati oktató munkába nyerhettek be pillantást a vendégek, amely a köznevelés az iskolában elnevezésű projekt keretein belül jöhetett létre. Az úgynevezett workshopot azzal a céllal szervezték meg, hogy a vendégek saját intézményük számára is hasznosíthassák a Nagykállói iskolában megszerzett tapasztalatokat. Ez az esemény nem az első ilyen jellegű foglalkozás volt az intézményben. Ebben a tanévben a projekt keretein belül már több bemutató órát és műhely munkát is életre hívtak. A 2014-15-ös tanévben a köznevelés az iskolában kiemelt projekt keretében intézményünk elnyerte a mentoráló intézményi címet, és ennek keretein belül fog sor kerülni ma egy műhely munkára. A környezeti nevelés és természettudományos nevelés módszertana elnevezés modellünk keretein belül. Hogy kell elképzelni egy ilyen műhely munkát, hogyan zajlik? A mentoráló intézményi cím azt jelenti, hogy más intézmények számára is megnyitottuk kapuinkat, és betekintést nyerhetnek munkánkba ezáltal. Tehát látogatók is fognak érkezni erre a műhely munkára, valamint természetesen kollégáink is részt vesznek ennek keretein belül, és tehát Rákóni Borsi Éva kolléganőm fog tartani egy bemutató órát. Honnan érkeznek a vendégek? Elsősorban a tankerület intézményeiből, azonban országos szinten megvannak ezek a mentoráló intézményi foglalkozások hirdetve, tehát bármelyik intézménynek lehetősége nyílik arra, hogy látogassa óráinkat. A Nagykállói Általános Iskola a Klebelsberg Intézmény Fenntartó Központ által pályázati úton kiválasztott 299 intézmény egyikeként működhet módszertani központként. A projekt célja, hogy azok az intézmények, amelyekben már működik és bevált egy adott módszertani modell, mentoráló intézményként megismertessék és átadják azt olyan iskoláknak, ahol erre igény mutatkozik. A Nagykállói Általános Iskola 2014. novemberében kapta meg a mentoráló intézményi tanúsítványt. Bár a legutóbbi bemutató órán csak a pedagógusok vettek részt a munkában, többször volt olyan is, amikor a tanítási órákkal egybekötve. A gyerekek részvételével mutatkozhatott be az intézmény oktatási modellje a látogató tanárok előtt. Milyen más ehhez hasonló órák voltak eddig a program keretein belül? A módszertani új gyakorlatok a kompetencia alapú oktatásban modellünk keretein belül bemutató órákon vehettek részt a látogatók, valamint egy workshopot is rendeztünk már, ahol a fél éves munkát beszéltük meg és értékeltük ki közösen. Arra megállapításra jutottunk, hogy eddig eredményesen zajlottak ezek a foglalkozásaink és bemutató óráink, ugyanis tehát elég nagy számú látogatottságnak örvendenek ezek a tanórák. A gyerekek hogyan állnak hozzá az ilyen bemutató órákhoz? Pozitívan hozzá vannak szokva a bemutató foglalkozásokhoz, tehát természetesen viselkednek és aktívan részt vesznek ezeken a tanórákon. Elsőként láthatják a látogatók ezeket a bemutató órákat, mert nem az a célunk, hogy egy jól begyakorolt órát láthassanak, hanem a tananyag vagy egy adott projekt részeként működjenek együtt a tanulók a pedagógussal az adott tanórán. A kompetencia alapú oktatásban alkalmazzuk az úgynevezett hangulatjeleket, és a tanórák végén a pedagógusok meg szokták kérdezni, hogy hogyan érezték magukat a tanulók, és eddig mindig pozitív visszajelzések érkeztek ez ügyben. A Nagykállói Általános Iskolában a környezeti nevelés és természettudományos nevelés módszertana mellett módszertani jó gyakorlatok a kompetencia alapú oktatásban modell és bemutatásra került a tanév során.